Eper már volt egy videóban. Lehoztuk ide az utcára, lábhoz, hogy itt is egy kicsit gyakoroljunk vele, lábhoz eper. Az előző videóban is említettem, hogy epernek a kiképzése az egy ilyen folyamatos, felfele ívelő képet mutatott lábhoz. Tehát nem mondom azt, hogy ilyen kirobbanó fejlődései voltak, vagy nagy visszaesései, hanem gyakorlatilag ül, napról napra fejlődött, fekszik le, okos vagy, ül, lábhoz. Tehát ilyen szépen hozta a belefektetett munkának a eredményeit, ül, okos vagy, ott ül. Elég gyorsan feldolgozza lábhoz a változásokat, lábhoz. Gyere, gyere, gyere. Fekszik. Okos vagy. Na, fekszik. Fekszik. Úgy. Hozzám. Pórázt azért utcán nem szoktam eldobni lábhoz, mert bármikor történhet egy olyan esemény, amire a kutya ösztönszerűen válaszol, és akkor ott a baj lábhoz. Úgyhogy ez a kontroll, ez egy nagyon fontos, szerintem a olyan forgalomos helyen vagyunk, ami gyakorlatilag veszélyessé is válhat a kutya számára. Fekszik, okos vagy. Ugye rajtunk kívülálló események is történhetnek lábhoz, amit nem tudunk befolyásolni. Azt már nem szeretném, hogy baj történjen. Ül, ott ül, okos vagy. Szuper, bravo, okos vagy. Lábhoz. Ezzel a kutyával lehet haladni, csak a munka órákat kell belepakolni, és tükrözi vissza a belerakott munkát. Fekszik, okos vagy, ül. Szerintem ez a kutya megállja majd a városban is a helyét, hogyha éppen olyan szituációba kerül lábhoz. Nem mondom azt, hogy nem kell trenírozni, és nem kell vele dolgozni, tehát azért a kutyák nem úgy működnek, hogy beülök a fotelba, hátradőlök, aztán várok a csodára, de hogyha valaki munkát rak bele, dolgozik a kutyával, akkor ez a kutya vissza fogja adni eredményben a belefektetett munkaórákat.